Sziasztok! A mai videóban a Szovjetunió után nyugat felé vezünk vissza, és megnézzük, mi történt Magyarországgal a Trianoni béke aláírása után. Úgyhogy a téma, mint azt láthatjátok, a Betleni konszolidáció időszaka. Úgyhogy akkor lássunk is neki. Először egy kis ismétlés. 1919. november 16-án Horti Miklós fehér lovon a Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre, és ugye átvette a hatalmat. Aztán 1920. március 1-én az országgyűlés megválasztotta kormányzónak, hiszen az őszi Rózsás forradalom után és a tanácsköztárság 133 napja után végül úgy döntöttek, hogy a köztársaság mint államforma az lejáratodott, úgyhogy maradtak a királyságnál, viszont nem döntöttek a király személyéről, úgyhogy ezért lett horti Miklós kormányzó. A magyar történelemben ő volt a harmadik. Ebből következően a jogköre az uralkodóival azonos volt, ő testesítette meg az államfőt lényegében. Ugye, ahogy mondtam, az államforma az maradt királyság, viszont mivel kormányzó van, nincs a trón betöltve, és Horti rendszerének a diplomáciai elismertségét az jelentette, hogy elfogadták a béketelegációt, és aláírták végül a trioni békét. Most Horti Miklós először teleki pált bízta meg miniszterelnökséggel és kormányalakítással. Az ő miniszterelnöksége, pontosabban első miniszterelnöksége 1920-tól 21-ig tartott, és hát ugye itt látható róla a kép, de az ő nevének ismerősnek kell lennie, hiszen a Trinoni békedelegációban is szerepet vállalt, és ő készítette el azt a vörös térképet, ami az 1910-es népszemelás alapján megmutatta a Kárpát-medenc etnikai viszonyait. Na most, Teleki a stabilitás érdekében egyformán lépett fel mindenféle szélsőséges irányzattal szemben, úgyhogy ennek a szellemében fogadták el az 1921. évi harmadik törvénycikket, ami kimondta, hogy a jelenleg fennálló rendel szemben bármiféle szervezkedés szigorúan büntetendő. Na most ebből következett az is, hogy a kommunista párt az továbbra is illegális maradt, és betiltották. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor kumbéláik lemondtak, és a tanácsköztársaság elbukott, akkor onnantól kezdve vadáztak a kommunistákra a mindenféle fehér tervista különítményesek, és hát Horthy sem a kommunista barátságáról volt híres. Na de, ez a törvény ugyanígy lépett fel a fehér terrorista különítményekkel szemben, tehát azokat, amelyeket Horthy nem tudott sikeresen felszámolni, azok innentől kezdve felszámolásra kerültek. És, ami még fontos, hogy ezen e, miniszterelnöksége alatt lépett életbe a Numerus Clausus nevű törvény, ami magyarul azt jelenti, hogy zárt szem. No, hát miről szólt ez a törvény? Hát a lényege annyi volt, hogy a felsőoktatási intézményekben a hallgatókat a nemzetiségek összlakossághoz viszonyított arányában vették fel. Tehát magyarán, hogyha mit tudom én, a lakosságnak a 3%-a volt mondjuk szlovák, most mondtam egy számot, akkor ez azt jelentette, hogy az egyetemeken is 3%-nyi szlovák vehetett részt. A törvényben nemzetiség szerepel, de hát valós, a valóságban, ez nem a nemzeti kisebbségek, hanem a zsidóság ellen irányult, ugyanis a zsidóságot itt, annak ellenére, hogy ez egy vallás, nemzetiségként vették számításba. Viszont azért annyi megjegyzés lenne, hogy ezt a törvényt a 20-as évek második felében eltörlik, és majd csak a második zsidó zsidótörvényben fogják újra életbe léptetni. És akkor, ami még fontos esemény volt Telekipál első miniszterelnöksége idején, az 1921. márciusában történt, amikor is negyedik Károly megpróbált visszatérni, és ezt nevezzük az első királypucsnak. No, hát miről is szólt ez az esemény? Ha visszaemlékeztek, az rózsás fordalom kapcsán beszéltem arról, hogy negyedik Károly 1918. november elején lemondott az államügyek viteléről. Viszont ő ezt ugye úgy értelmezte, hogy nem foglalkozik az államügyekkel, de attól még ő marad Magyarország törvényes királya. Viszont hát mindenki más úgy gondolta, hogy ez egyben a lemondást is jelentette, és hát ekkor úgy érezte Nédik Károly 1921. márciusában, hogy megérett már a helyzet arra, hogy elfoglalja a trónt Magyarországon. Na most, hát ennek nem örültek túl sokan, és túlzottan, de azért a magyar politikai elit megosztott volt. Minden esetre Hortival találkozott negyedik káró, és Horti arra rá tudta venni, hogy az időpont így kevesebb, mint egy évvel a trinoni béke aláírása után, és a kisantat megalakulása idején nem annyira szerencsés, hiszen a szomszédos államok attól tarthattak, hogyha negyedik Károly elfoglalja Magyarország trónját, akkor valami fajta restaurációra készülhetnek itt az osztrák-magyar monarchia kapcsán, tehát Magyarország nemzetközi helyzete még rosszabbá válna. Úgyhogy negyedik káról lemondott itt a trón elfoglalásáról, tehát ez a királyput sikertelen volt. Viszont, mivel Teleki megingott és nem állt egyértelműen Horti mellé, ezért le kellett mondania. Ja. Ezt követően Horti gróf Betlen Istvánt bízta meg kormányalakítással, és hát az ezt követő tíz évben ő volt Magyarország miniszterelnöke. Az ő neve szintén ismerős kell, hogy legyen, hiszen ő is ott volt a Trény béke békedelegációban. Na most, Betlennek már miniszterelnöksége elején szembe kellett nézni egy komoly problémával, ugyanis 1921. októberében negyedik Károly ismét megpróbálta átvenni a hatalmat Magyarországon, ezt nevezzük a második királypucsnak. Na, itt már fegyveres és sor került például Budaörsön, de végül is sikertelen volt a hatalomátvétel, és ennek következtében 1921. november 6-án a Magyar Országgyűlés kimondta a Habsburgház trónfosztását. Ha visszaemlékeztek, a magyar történelemben erre is háromszor került sor, az első a Rákóczi Szabadságharc idén, a második az 1848-49-es Szabadságharc idén, és a harmadik az pedig 1921. november 6-án. No, hát ezt követően akkor nézzük, hogy Betlen Istvánnak mi mindent kell tennie ahhoz, hogy pozíciát megszilárdítsa, és az országot lényegében talpra az első világháborús vereségből. Hát most első körben azt kellett biztosítania, hogy a parlamentben biztos kényelmes többsége legyen, hogy ezeket a változtatásokat, reformokat végre tudja hajtani. Ehhez szüksége volt egy egységes, leszavazhatatlan kormánypártra. Hogyan valósította ezt meg? Nos, Betlennek a pártja, az a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja volt, és hát lényegében ezt a pártot fuzionáltatta a kis párttal, és ebből létrejött egy új párt, aminek hát nagyon beszédes neve volt, egységes párt. Na most, emellett még, hogy biztosan ez a párt jusson be a parlamentben, mert ráadásul kényelmes többséggel, nem volt elég ez az egyesülés, hogy viszonylag nagy támogatottságok volt, hanem még hozzányúltak a választójok ez is egy reform keretén belül. Hát ennek a reformnak a lényege az volt, hogy csökkentették a választásra jogosultak számát, azaz megemelték a cenzust. Ez úgy nézett ki, hogy a férfiaknál minimum 24 év és 4 elemi osztály, a nőknél 30 év és 6 elemi osztály elvégzésével lehetett szavazni. Emellett, ami ennél fontosabb volt, hogy elrendelték Budapest kivételével a nyílt szavazást az országban. Ez ugye azt jelentette, hogy nem anonim módon kellett elmondani, hogy mely pártra szavaz az illető, hanem a választási bizottság előtt ezt be kellett mondani, úgyhogy a választási bizottság minden tagja, valamint a választásra várakozók is hallották. És hát ugye ez az egy kis településeken, ahol mindenki ismert mindenkit, magával hozta az is, hogy adott esetben, aki másképp gondolkodott, mint a település többsége, az inkább nem arra szavazott, amire lelki szerint szeretett volna, hanem arra, amire a többség. Tehát lényegében ezzel egy ilyen korlátozott parlamentarizmus időszaka vette kezdetét kis hazánkban és a hát tennek eredményeképpen 1922-ben a választásokon az egységes párt abszolút fölénnyel győzött, úgyhogy meg is volt Betlennek ez a kényelmes parlamenti többsége az ezt követő években. A következő lépés az a földreformnak a végrehajtása volt. Na most, hogyha végig gondoljuk, akkor ez a földreform már nagyon-nagyon sürgető volt, hiszen az 1848-as áprilisi törvények ugyan kimondták a jobbágy felszabadítást, de a jobbágyok a telkükön meg a rajta lévő házon kívül nem nagyon kaptak földet, és mivel az anyagi helyzetük nem igazán javult a dualizmus korszakában sem, ezért a többségnek esélyesen volt földet szerezni, tehát a nagy birtok rendszer azért úgy eléggé meg volt szilárdítva. Aztán az első világháború után Károly Mihály próbálkozott kápolna birtokainak a a jó példát mutatni, de a földosztás, illetve a valami fajta földreform ott is megrekedt. Tehát nagyon nem történt semmi azon az egyszerű saját földek szétosztásán kívül. Viszont mivel a magyar lakosság döntő többsége a paraszt volt és a mezőgazdaságból élt, ezért ez égető kérdés volt. Magának a földreformnak a kidolgozása és a végrehajtása 1920 és 22 között zajlott le, a kidolgozója pedig a korábbi kisgazda pártból származó Nagyatádi Szabó István, akit a képen láthattok. Na nézzük, mi volt a lényeg ennek a földreformnak. Hát nagyjából a megművelt és 8,5%-át osztották szét, ebből következően a birtok rendszert nem érintette a földosztás. Így akkor gondolhatnánk azt is, hogy olyan sokat nem ért ez az egész, de azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Mert hogy nagyjából 300 ezer darab egy és öt hold közötti telket osztottak ki, emellett még 100 ezer darab úgynevezett vitézi telek is kiosztásra került. Na most ezek a telkek sokkal nagyobbak voltak, ugye láthatjuk, hogy 20 és 50 hold közötti méretük volt. És akkor föltehetnénk azt a kérdést is, hogy mi az a vitézi telek. Hát ez Horti Miklóshoz köthető, ugyanis ő alapította meg a vitézi rendet és a vitézi címet, és ezt olyan személyek kaphatták meg, akik a világháború során, valamint az ellenfordalom alatt olyan tetteket hajtottak végre, ami miatt Horti Miklós ö, vitézi címet adományozott nekik, és ez a címhez járt ez a vitézi telek. Tehát mondhatnánk azt is, hogy lényegében Horti kormányzóként ezzel játszotta ki azt, hogy a kormányzó az korlátozottan adományozhatott földet, Hogyha visszaemlékeztek, erről volt szó már Hunyadiánus kormányzóság idején. Hát Kósutulós kormányzóság idején meg nem annyira, mert ott nem a földosztás volt a fő cél, főleg, mert ugye a az áprilisi törvények lényegében megszüntették a nemesi előjogokat. Na nézzük, hogy ennek a földreformnak mi lett a következménye. Hát alapvetően nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz volt, mert hogy ugye akinek nem volt semmilyen földje és nem volt semmilyen megélhetése, azoknak az egyértelműen jó volt, még akkor is, ha csak viszonylag kis földet kaptak. Viszont hozzá kell tenni azt is, hogy az öt hold alatti telek az nem tart el egy paraszti családot, tehát az önellátásra is viszonylag kevés volt. És akkor a másik probléma az volt, hogy akinek nem volt semmie, annak ugye nem volt földművelésben szerzett tapasztalata és szakértelme se nagyon, mert maximum idén munkásként, napszámosként dolgozott a földeken. Éppen ezért ezek az emberek, akik nem rendelkeztek szakértelemmel, illetve szerszámokkal, a eszközökkel, azok viszonylag hamar tönkre is mentek. Tehát nem volt egyértelmű sikerse, ez a földreform, viszont legalább történt valami. A következő dolog, amiről beszélni kell a politikai téren, az pedig hát egy szintén nagyobb társadalmi csoportnak a politikai képviselete, ez a társadalmi csoport pedig a munkásság. Ugyanis, visszaemlékeztek, a munkásoknak a politikai képviseletét a szociáldemokraták, illetve hát a kommunisták látták el, és hát ugye a tanácsköztársaság meg a vörös terror kapcsán beszéltem arról, hogy még teleki pár alatt a kommunistákat betiltották, és a kommunista párt az illegalitásban működött, hát végig egyébként a horti korszakban, tehát nem csak teleki meg Betlen miniszterelnöksége idején. Viszont mi a helyzet a szociáldemokratákkal? Na hát velük valamifajta megegyezésre kellett törekedni, mert ők ugye ott inkrimináltak, amikor 1919 márciusában fuzionáltak a kommunistákkal, majd utána így ők is szerepet vállaltak a tanácsköztársaság működtetésében. Na most, ez a megegyezés a Bethlehem-Payer paktum néven vált ismerté, és akkor itt láthatunk is egy karikatúrát, ami hát lényegében el is mondja, hogy ez a Betlen Peyer paktum miről szólt. Ugye a nagyobb buri ember az Betlen István miniszterelnök, és ez a kis üvöltő pocakos úriember, aki Betlen zsebéből kilógva magyaráz, és üvölt, az pedig Pelyer Károly, a szociáldemokrata párt elnöke. No. Hát maga ez a paktum 1921-ben köttetett, és azt tartalmazta, hogy a magyar szociáldemokrata párt az legális maradhat és működhet tovább, a szakszervezetek is szabadon működhettek, viszont a Szociáldemokrata Párt nem kezdeményezhetett sztrákokat, és nem szervezkedhetett sem a közalkalmazottak körében, sem pedig vidéken. Tehát ez volt a paktumnak a lényege. Ami azért láthatjuk, hogy hát eléggé bekorlátozta a szociáldemokrata párt működését, hiszen hogyha a sztrájk szervezésre sem szólíthat fel és nem vállalhat benne semmilyen szerepet, valamit vidéken se szervezkedhet, akkor azért a munkásosztálynak a képviseletét szintén nagyon korlátozottan tudta ellátni. Úgyhogy ennyit kell tudni a betleni korszaknak a fontosabb, politikai intézkedéséről. Még szó lesz majd az oktatáspolitikáról is, de az majd egy másik videóban került terítékre. Ezek után pedig térjünk rá a gazdasági konszolidációra. Nos, hát akkor ismétlésképpen idézzük fel, hogy milyen hatással volt Trianon az országra és a gazdaságra. Az osztrák-magyar monarchia az egy gazdasági egységet képezett, és az első világháború lezárultával, ugye ez a gazdasági egység szétesett, Na most, ez nem csak Magyarországra, hanem az osztrák-magyar monarchia összes utódállamának is komoly problémát jelentett, hiszen a monarchia gazdasági egysége, az áruk, a tőke és a munkaerő szabadáramlását is biztosította. Na most, Magyarország nézve ez azért volt probléma, mert a nyersanyagforrások elvesztésével az ország erősen a külkereskedemre lett utalva, és emiatt erőteljesen szükséges az egész gazdaság szerkezet átalakítása. Ne nézzük, hogy milyen egyéb problémákat okozott még a gazdaságban ez. Hát egyfelől a szomszédos országok nem igazán teremtettek kapcsolatot a 20-as évek első felével Magyarországgal, mert vége az volt a félelmük, hogy ha a gazdasági kapcsolatok felerősödnek, akkor előbb-utóbb az osztrák-magyar monarchia fel fog éledni, és ők ismét elnyomottá válnak. Emellett Európa szerte jellemző volt a protekcionista gazdaságpolitika, aminek a lényege az volt, hogy az országok megpróbáltak önellátásra törekedni, mert hogy ugye ez egy háború esetén roppant hasznos, hogy a gazdaságuk az nem függ semmilyen importterméktől, legyen szó nyersanyagról vagy késztermékről. Aztán, hogy az országban egyes gazdasági ágazatok túlméletezetté váltak, erre a legjobb példa a gépgyártás, hiszen ugye olyan országra tervezték a gépgyártási kapacitásokat, amelyeknek azért volt ehhez nyersanyaga. Emellett a háború után az egész országban erős volt az infláció, meg hát nem csak az országban, hanem Európa szerte is, és ugye erre még rájött az is, hogy vesztesként jóváltétel fizetési kötelezettség is volt az országnak, ami hát rendkívül megterhelte a gazdaságot. Na most a kormány politikáját, ha egy szóval szeretnénk jellemezni, az a restrikció volt, ami a megszorítást és a korlátozást jelenti. Na, hogyan el, Hát szigorú takarékosságot vezettek be, csökkentették a szociális kérdésokat, és hát a közalkalmazottak létszámát is csökkentették, aminek eredményeképpen sikerült stabilizálni a gazdaságot. Aztán, ami nagyon fontos előrelépés jelentett, hogy Magyarország 1922-ben belépett a Népszövetségbe, így 1924-ben már fel tudott venni kölcsönt is a Népszövetségtől, ez 250 millió aranykoronát jelentett, és akkor nézzük, hogy ezt mire használták fel. Hát például részint ebből finanszírozták a jóvátétel fizetését, valamint a háború előtti adósságok rendezését is. Aztán a mezőgazdaságot elkezdték ebből gépesíteni fejlesztették a turizmust, tehát például a Lillafüredi parotaszáló ebből épült, aztán a gazdaság szerkezetváltását is ebből finanszírozták, itt elsősorban a könnyű ipart kezdték el fejleszteni, belül is például a textilipart. Aztán ugye az infrastruktúrát is fejlesztették, valamint a településeket is modernizálták. Itt a fejlesztések alatt azt kell érteni, hogy elkezdték bevezetni az elektromos áramot mindenhová, és hát a Cseperi szabadkikötő is akkor épült meg, valamint a Budapest helyesváron vasútvonalat is villamosították. 1927-re a korona annyira elérték lett, hogy le kellett cserélni, és bevezettek egy új pénznemet a korona helyett, ez pedig a pengő volt. Illetve a 20-es években alapították meg a Magyar Nemzeti Bankot is. Na most összességben azt látjuk, hogy a gazdaság elkezdett talpra állni, és elkezdett erősödni, Úgyhogy lényegében egy ilyen mérsékelt konjunktúrát vártak az évtized végére, főleg a textiliparban, az elektronikaiparban, valamint azért a nehéz iparban is. Ami viszont a gazdasági fellendülésnek egy komoly problémája volt, hogy ez a stabilitás és a növekedés az elsősorban külföldi tőkén alapult, tehát hogyha bármilyen gazdasági probléma történik azokban az országban, ahonnan tőkét, illetve kölcsönt vettünk föl, akkor ez a gazdasági probléma Magyarországra is be fog gyűrűzni, és hát spoiler alert, hogy 1929-ben a világgazdasági válság kirobbanásával ez meg is történt. Amiről még beszélnünk kell, az a külpolitika itt a Betlen korszakban. Na most, mint alapvetően az egész Horthy korszakra jellemző kormányoktól függetlenül, hogy az elsődleges külpolitikai cél az a trianoni béke revíziója, azaz felülvizsgálata volt. Na most ezt minden politikai párt irányzattól függetlenül felvette a programjába. Amiben eltérés volt, hogy milyen mértékű ez a revízió. Na most ennek érdekében, ugye az előbb már említettem, hogy 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségbe, amivel azért ezek a hideg külpolitikai kapcsolatok elkezdtek felmelegedni. Aztán 1926-ban a Mohácsi csata 400 képfordulóján Hortinak volt egy beszéde Mohácson, melyel elkezdett közeledni a szerb horvás királysághoz, amit majd 1929-től Jugoszláviának neveztek, és hát ugye, mivel azért a kisantan szorításában voltunk, hogy a kisantan államok azok a Csehszlovákia, Románia és a szerb horvás királyság, illetve majd 29-től Jugoszlávia. Na most a legközelebbi szomszédunk, akire számíthattunk így a revízió támogatásában, az Olaszország volt, ne felejtsük el, hogy ekkor Mussolini már teljhatalommal hatalommal rendelkezett, és hát 1927-ben alá is írták az olasz-magyar örökbarátsági szerződést. De ugye ennek azért is volt fontossága, mert ehhez a revízióhoz egyértelmű volt, hogy kell valamilyen külső erős szövetséges és hát ugye ennek kapcsán számításba jöhet Németország és Olaszország is. Ugye Németország azért, mert Magyarországhoz hasonlóan vesztesként került ki az első világháborúból, és elég komolyan meg is alázták, valamint területeket csatoltak el az országtól. Olaszország pedig ugyan az Antant oldalán győztesként jött ki, de csalódott, mert nem kapta meg az összes olyan területet és egyéb dolgokat, amiket titokban megígértek nekik még 1915-ben. Jó, és akkor ugye ennek kapcsán még egyszer, ugye 27-ben kötötték meg az olasz-magyar örökbarátsági szerződést. Na most ezek a kapcsolatok elég erőteljesen meghatározzák majd Magyarország második világháború szereplését is, úgyhogy lényegében azt láthatjuk, hogy a 20-as évektől kezdve, hát egészen a második világháború végéig Magyarország külpolitikája kényszerpályán volt. És akkor ezzel lényegében ezt a videót le is zárnám. Remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, like ha nem, akkor egy diszlájkot. Ha bármilyen kérdéstek vagy észrevételetek van, akkor azt írjátok meg a komment szekcióban. Hogyha tetszik a munkásságom, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, hogy értesítetek a legfrissebb tartalmakról, osszátok meg a videóimat, hogy pörögjön az algoritmus, és legyen minél több feliratkozó. És akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!